mindenkit szeretettel üdvözlök, és azt hiszem a vendégeink tényleg elmondhatják magukról, hogy sikeresek, és örülök annak, hogy a Debrecen Egyetemnél most már 20 000-nél több alumni tagunk van. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan szám, ami erőt és tartást ad az egyetemnek. Én világéletemben fizikusnak készültem, tehát én egy versenyistálóba jártam Miskolcon, a Földes-Ferenc gimnáziumba fizika tagozatra, és azért jöttem a Debreceni Egyetemre, mert szerelmes lettem harmadikos koromban, és az én drágám az ide jött Debrecenbe, és én úgy döntöttem, hogy hát ha a fizikát képes voltam megtanulni, akkor képes vagyok a magyart és a történelmet is, és ezért aztán ide jelentkeztem, és fölvettek. Azért is volt érdekes egyébként annak idején a 80-as évek közepén és végén ez az egyetem, mert olyan kutatások indultak el, amelyek ma abszolút trendi és mainstream kutatásnak számítanak, tehát politikatörténet, politika elmélet, eszmetörténet, amikor máshoz nem jutottál hozzá. Magyarország legnagyobb vidéki egyetemére járnak azok, akik ide járnak. És már akkor is hihetetlen magas színvonalú volt mind az orvosi, mind a természettudományi képzés, mind pedig a bölcsészképzés. Azóta ennek egészen látható nyomai vannak a magyar tudományos közéletben is. Erre én nagyon-nagyon büszke vagyok. Mitől lesz valaki sikeres televíziós? Tulajdonképpen attól, hogy hihetetlenül komolyan veszed, és hihetetlenül elkezdesz azokhoz az elvekhez, legalábbis szakmai elvekhez, meg előrehaladási elvekhez, és itt most kifejezetten a tudásbeli előrehaladásra gondolok ragaszkodni, amitől te más lehetsz, mint a többiek. 2001-ben végeztem szociálpolitika szakon, és azért választottam ezt a szakot, mert azt gondoltam, hogy ez nekem tetszeni fog, és ezt végig tudom csinálni. Én azt gondolom, hogy nagyban befolyásolta az én életem alakulását, ugyanez nem egy nehéz szak, viszont annyira jól össze van rakva, mert hogy itt tulajdonképpen megvannak az alapképzések, tehát van tehát a szociálpolitikához kapcsolódóan van pszichológiai alapképzés, van makrogazdaságtan, jogi alapismeretek, tehát itt annyiféle dologba belelát az ember az első két évben, ami utána így megalapozza a látásmódot, tehát tulajdonképpen kiszélesedik az ember számára a világ, és nyilván nekem ez egy alapszak volt, és akkor itt döntöttem el, hogy mi az az irány, amit én tudok csinálni, amit én akarok csinálni, és merre felé akarok tovább menni. Én Pesten kezdtem el dolgozni, egyébként egy piackutató cégnél, nagyon szerettem, és azt gondolom, hogy sikeres voltam, de a magánéletem úgy alakult, hogy a férjem nem akart, vagyis hát az akkori barátom nem akart elköltözni Budapestre, és így visszajöttem Debrecenbe, és azt kell mondjam, hogy teljesen véletlenül keveredtem ahhoz a céghez, aki utána később vásárolt egy kereskedelmi televíziót, amiért én lettem a felelős. A vezetői kompetenciák nagyon-nagyon fontosak, tehát megvannak ezek az alap kompetenciák, kommunikációs készség, széles látókör, tehát sorolhatnám, de amit én a legfontosabbnak tartok, az, hogy az ember rendben legyen önmagával, és hogy olyan people managementet tudjon bonyolítani, amitől egy egész cég megy utána, és tudjon irányt mutatni, és előre vinni a tulajdonos által elvárt igényeknek megfelelően a céget. Én szeretek dolgozni, tehát én mindenféle munkafolyamatban abszolút szívesen veszek részt, ezt látják is egyébként a kollégáim, én semmi olyat nem várok el tőlük, amit én ne tennék meg, és azt hiszem, hogy ez egy olyan vezetői tulajdonság, amit a mi kis csapatunk ezt értékel, és ez előre visz bennünket. 2001-ben végeztem a Debrecen Egyetemen gépészmérnök és mérnök tanár szakon. Ez a műszaki vonal az már jött a gyerekkorom óta, a Megváth András gépipari szakközépiskola után ide jelentkeztem a műszaki karra, és ez mindig is ez a vonal érdekelt. Én nagyon szerettem az egyetemi éveket, egy nagyon jó közösség volt az egyetemben, akár tanulás, akár pedig szabadidő terén, rengeteg barát van abból az időből, és rengeteg kollégám is van, tehát nekünk 10 fő a menedzsmentből az a Debrecen Egyetemen végzett. Nagyon sok oktató van, aki nagy hatással volt rám az egyetem éveim során. Szabados Mátyás tanár úr, és sajnos már nincs közöttünk, és Fazekas Lajos tanár úr volt, akivel máig tartjuk a kapcsolatot, és egy nagyon nagy hatással volt a szakmai pályafutásunkra. 2001 után kerültem rögtön az FLG-hoz gyakornokként, és itt utána több lépcsőfokot megjárva, hogy 2008 óta vagyok a cégnek az ügyvezetője.
nagyon sok lemondás és alázat kell ahhoz, hogy valaki egy hasonló dolgokat tudjon csinálni. Nagyon sok munka van benne, tehát ha valaki csak kívülről megnézi azt, hogy milyen jó, meg milyen szuper egy vezetőnek, persze, tehát van egy cég, és autód, van egy telefonod, laptopod, ezek így kívülről nagyon jól mutatnak, de mögé kell nézni annak is, hogy azért milyen felelősség van az emberekkel, milyen döntéseket hozol, tehát azért 1500 ember meg családnak a úgymond megélhetéséről gondoskodunk, tehát itt nem lehet olyan döntéseket hozni, mert esetleg ezt az egészet lerombolja.